Volt! Nekünk horgász embereknek nem esik nehezünkre a hajnali kelés, most mégis azért elég csípős idő van. Megálltunk egy kávéra és bekapunk pár falatot, hiszen szükségünk van az energiára. Egy közel 600 négyzetkilométeres vízterület felé tartunk. Nyilván ebből sokan kitaláltátok, igen, a Balatonhoz fogunk ma menni, ahol javában zajlik a balatoni bojlis horgászverseny, ahol két a Fox Team Hungary által is érintett csapat is részt vesz ezen a versenyen. Őket fogjuk ma meglátogatni, úgyhogy tartsatok velünk! Jó reggel! Nemrég érkeztünk meg a csapathoz, ugye meglátogattuk a Venom Fox Hungary teamet, és hát hatalmas munkába találtunk benneteket. Ketten bemutatott csónakkal, éppen a horizonton láttunk benneteket. Egy ember itt kint dolgozott, illetve ketten meg itt kint dolgoztatok. Fiúk, ez végig ilyen mozgalmas volt ez a verseny, hát igazából mi csak a felénél járunk, de ez így zajlik minden pillanat? Hát amúgy igen, amikor a kapás van, akkor menni fel a vízre. Most én voltam a vízem és a Dani. Sikerült két jó halat fognunk, ami sajnos nekünk már nem mérlegelhető, nem számít bele a versenybe, de azért megmutatjuk nektek majd. Úgyhogy, de esetek 80%-ában egy nap így néz ki. Tehát nagyon keveset tudunk pihenni. Igen, ez a vágóképeken látszik ez a két hal. Hát nagyon-nagyon sokan örülnének köztük. Én is egy balatoni pojdnak, ha ilyet tudna itt fogni, és hát nektek ez már a verseny igazából bele sem számít. Nekem annak idején azt mondták itt a balatoni horgászok, meg nagyon sokan én is így képzeltük a balatoni horgászatot, hogy lötyög a víz, ülünk a bot mellett, figyeljük a kapásjelzőt, hát itt nagyon nem erről van szó. Nem. Tarajos hullámok vannak, na de nem menjünk ennyi le, előre kezdjük a sorsolásnál, hiszen egy verseny már a sorsolásnál elkezdődik. Hogyan éltétek meg a sorsolást? Mi történt a sorsoláson veletek, Balázs? Általában úgy néz ki egy verseny, ahol négyen el tudunk indulni, hogy Szabi az, aki neki van a legszerencsésebb keze, ő szokott általában húzni. Nagyon izgultunk, kezdem mondani inkább, hogy itt a MBBN-ról annyit tudni kell, itt a helyek kiosztásánál, hogy 121 csapat volt, és a behúzási távolság az 1500 méterig lehet bemenni. Így annyira nem izgultunk, hisz úgy vannak a helyek összeválogatva, hogy ahol be tudunk menni, vagyis hogy ha be tudunk menni 1000 méter fölé, akkor igazából bárhol van esélyünk jó helyet elérni. Szóval igazából 1500 méterre be tudunk menni, akkor igen nagy esélyünk van. Ezáltal annyira nem izgultunk így a helyek miatt, viszont a déli partra szerettünk volna ülni. Azért itt a Balatonon azért lehet tudni, hogy folyód és környéke nagyon jó adottságokkal rendelkezik, rengeteg hal található. Úgyhogy pont szóltam a Szabinak, mert nem tudtam ott lenni a sorsolással, de az élőben néztem és azt láttam, hogy mindenki, aki középre gyúl, csak fogyott, csak déli part, csak fogyott. Mondom, Szabi, a tetejére nyúljál, semmi más ne csináljál és megyünk a déli partra. Szabi nem úgy tette. Erre odament a Szabi. Tényleg, Szabi nem Szabi odament.
begyújt balra, nézem Brayfordot, te jó Isten! Jó, én meg a Szabinak azt mondtam, hogy érzésből csináljuk, ugye, hogy szoktuk. Ennyi. Tehát ne zavarjuk. Úgyhogy úgy, 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 igazából... Élő, és hogy honnan húzzák a helyeket, hogy hol lehetnek a jó helyek. És tényleg középre húzott mindenki. Hát én meg gondoltam, egy kicsit odébb megyek egy fíjcent. Szabi el is volt kenődve amúgy. Én nem volt nagy mosoly az arcán. Igen, ezt láttam egyébként, amikor kihúztad a számot, hogy bosszankodtam. Jó, mert nem ismertem. Azért, ha megnézzük a palettát, azért Réfülöp nem a top helyek közé tartozik. Hát egy közepesnek satszoltam akkor egyből. Volt egy-kettő ismerősöm, aki horgászott már itt, és azért fogtak itt nagy halat. Ezért mondtam nekik, hogy nagy halat biztos, hogy fogunk tudni fogni. Hogy mennyit, azt majd meglátjuk. De hát hála Istennek az első perctől kezdve jöttek a nagyobb halak, mindjárt 2.16-ossal indítottunk, úgyhogy szerintem... Ez egy két első kapás. Két első kapás, volt. Sőt, utána jött még egy 8-as, meg egy 10-es, tehát másnap reggelre... Megvolt a négy halunk. 24 óra alatt simán. 3 halunk, és 24 óra alatt megvolt a 5 halunk. És hát ugye, ha jól tudom, rögtön az élre is álltatok ti ezzel az első napon? Igen, az első nap. Igen. Hát az első perctől kezdve. Az első órákban igazából ti az élre álltatok. Azért mielőtt halak fogtatok, történt itt egy-két dolog, amellett, hogy felállítottátok a sátrakat, a távot kialakítottátok, feltételezem bementetek helykeresésre. Milyen helyeket kerestetek, hogy mit találtatok, hol helyeztétek el a bolyát? Hát egy-két információ volt a helyről, ami, hogy kadlópadok vannak előttünk, 800, igen, sávokban 800 és 1000 között, ezt próbáltuk keresni, tapogattuk, vettük meg mintát az aljáról, Visszaból. És hát lebolyáztunk. Hát nagyságrendileg három irányba bolyáztunk le. Danival jobb oldalt, Szabi van középen, én pedig bal oldalt. És nagyságrendileg... Azt tudni kell, hogy mindig így horgászunk. Mindig tehát ez mindig a Szabi van középen, és ő húz mindig legmesszebb. Ez így van megbeszélve. És alapján véve 1000-re letett egy bolyát, egy kilométerre, és onnan... Triathlon. Onnan indultunk el. Hát ha már szóba kerül, ő húz legmesszebbre, számom, dobós horgásztak számomra, olyan távolságokról beszélgettek, hogy felfoghatatlan. 1000 méter, 1200 méter. 1200, igen. Ezt hogy lehet megvalósítani valami nagy dobban, amiről a zsinót leengedtek, vagy egyáltalán, hogy hát tudjátok ezt megoldani? Van egy nagy orsó, amire ráfér ez a zsinór, és akkor így tudjuk. Hát igen, több zsinórt kipróbáltunk tényleg. Van, aminek kisebb nyúlással van, aminek nem annyira. Ez, amit most használunk, ez nagyon jó. Uh-huh. És ezt fel tudjuk tekerni 30-as méretben, mert ez engedélyezett a versenyen. Hát a 30-asból fölmegy rá 1350 méter, és azt általában ugye meg is szoktuk horgászni. Tehát most is vagyunk bent 1350-en, és attól visszában olyan 1000 méterig fogunk jó halakat. Viszont tegnap este a Szabi fogott 500 méterről egy 19 kilósat, aminek nagyon örülök, mert ma, holnap után sok első fokot mondanak, és így bizakodunk abban, hogy hát ha 500 méterről is tudunk értékelhető halat fogni, és meg tudjuk tartani az első helyet. Ugye eddig most a verseny felén járunk körülbelül? Hát kicsit több most már. Kicsit több, mint a fele. Eddig nagyon meleg volt, szokatlanul meleg időjárás volt a mai napon, vagy tegnap este érkezett egy front. Most viharos szél van, lehűlt a levegő, nem süt a nap. Ilyenkor változtattok valamit, vagy viszitek tovább az eddigi taktikát? Én úgy gondolom, hogy az első perctől kezdve, és úgy mondom, hogy van egy taktika, amit elkezdünk. És ha az adott pillanatban nem működik, akkor improvizálni szoktunk. Tehát folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, elmondjuk, hogy ki mit látott, és úgy szoktuk alakítani a dolgokat, hogy ez működjön. Most is ez volt, tehát egészen addig még nem fogtuk meg ezeket a halakat, folyamatosan taktikáztunk, és most is az van. Rakosgatjuk jobbról, balra, kevesebb etetés nélkül, 100 méterrel, 150-250 méterre az etetett helytől, hogy próbáljunk minél nagy halakat fogni. És azt vettük most észre, hogy az új helyek működnek. Tehát adott a bója, és akkor eddig innen fogtam két jó halat, és utána elkezdtem fogni azokat a halakat, amik nem számítanak már bele a versenyre. Tehát kisebbek is ráálltak. Ide keveset etetek, a bójára etetek sokat. És akkor mindig keresek egy-egy új helyet. Most ott tartunk, hogy leteszünk egy szem csalit, és egy csalit dobunk mellé, vagy egy felet. Ez az óriási etetés. És nem azért, mert spórolunk. Nem, hanem azért, mert az új adott helyen még nem járnak szerintem a kispontyok, én vámpírpontyoknak hívom, őket nem járnak a kispontyok,
ezért valószínűleg a nagyobb hal oda, a jobban oda mer menni. És tehát fogunk róla egy-egy jobb halat, és utána megint el kell tenni valahova, hogy megint tudjunk nagyobbat fogni. Aha. Itt beszélgettünk, mielőtt elkezdtük ezt a forgatást, és mondtátok, hogy most egy változtatok egy kicsit a elosztáson, tehát hogy mindenki a saját botjait kezeli igazából. Hát, nem ez így szokott lenni általában. Igen. Igen. Hogy erről tudtok valami, mert ez elég munkás, hogy nincs az, ugye versenyekkel távol beszokták azt olyan csapatok, hogy most én pihenek, ti dolgoztok, aztán a másik pihen, másik kettő dolgozik, ti pedig azért most folyamatosan toppon kell, hogy legyetek emiatt. Hála Istennek, mint ezeken a versenyeken, amikor indulunk, mindig elég sok halt szoktunk fogni, tehát az elmúlt évekre visszamenőleg is, tehát nincs úgy beosztva, hogy ki mikor kipihen. Folyamatosan dolgozik mindenki, mindenkinek van a feladata, például az Attilának, a segítőnek a mondhatnám az egyik legnagyobb feladata van, rellát minket. Ő tehát, egy egész csapatot lát, de tényleg csak a két botodnak kell foglalkozni. Hívhatnánk őt élelmezés vezetőnek, hogy ő szokta magát. Tehát ő például az a akkumulátortöltés, boltbajárás, főzés, minden más, ami fölmerül, sütés, rántott szeletet, orvos tálakat szokott csinálni. Tehát őnek ez a feladata. Hát neki meg az a feladatunk, hogy minél nagyobb és minél több halat fogjunk. Mindenkinek megvan a két-két botja, és folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, ha kell, besegítünk egymásnak. De mindenki tudja saját maga megoldani az adott feladatot, ami rá van bízva, és így működik mi. Hát általában inkább itt a parton elindulásnál, vagy hogyha hozza ki valaki a halat, akkor már megyünk érte, hogy igazából az adott személy a két bottal tudjon 100%-osan tényleg foglalkozni. Úgyhogy igazából amiben összedolgozunk és segítünk, az legfőképpen itt a parti munkálatok, vagy akár a halmérésnél, vagy hogyha vissza kell engedni a halat, hogy az illető azonnal tudjon visszamenni a bottal. Akkor ez komoly felszerelést igényel, hiszen akkor gondolom három csónakkal vagytok. Igen, három csónakkal. Ehhez akkumulátorok. Akkumulátorok. Hát általában mindenből szinte azt lehet mondani, hogy kettő kell, hisz az első nap meg annak egy tartaléka. Úgy kezdtük az első napot, hogy Szabi beült a csónakba, elindította a motort és megállt. Nekem második nap úgy kezdődött, hogy megállt az akkumulátorom. Szóval tegnap kiukadt a melles csizma, a mentő mellé szétszakadt, szóval hogy alapjában véve tényleg nagyon-nagyon fel kell ahhoz készülni egy ilyen versenyre. Mindenből is legyen nálunk szinte duplán, hogy ha ilyen van, akkor tudjuk mérzőni. Ezekre a felszereléseket még vissza fogunk térni, majd megkérlek benneteket, hogy mutassátok már meg nekünk azokat a eszközöket, amik nagyon nagy segítség egy ilyen típusú versenyen. De egy kicsit még visszatérnék ahhoz, hogy említetted, hogy taktikáztok, változtatgattok, arrébb rakjátok. A csalihoz hozzányúltak. Én nagyon sok forgásztól látom, hogy legelőször a csalit cserébe éli, és igazából elvész a csalitengerbe, mert lecserél 20 csalit, mire talál egyet, amivel fog halat. Ahhoz ti mikor nyúltok hozzá a csalihoz például? Ízt mikor váltatok? Hát tulajdonképpen akkor, hogyha nem működik a nincs folyamatos kapás, vagy megáll a kapás, akkor egy picit változtatunk, és akkor azt az ízt próbáljuk meg kitalálni, hogy mit lehet a hal az időjárásnak megfelelően nyilván. Meg a szélnek is nyilván nem mindegyik vannak úgy. De nem jellemző, hogy belebonyolodnánk a dolgokba. Ötfajta csalit hoztunk, abból most három jól működik. Igen. Nem szeretünk variálni, mert az ember belebonyolodik, amint te is említetted. Most hál' Istennek nem az a probléma, hogy nem találtuk meg a halat, vagy hogy esetleg, hogyan tudunk minél több halat fogni. Most a feladatunk roppan nehéz, mert nagy halat kell fogni. Így igazából a csalin nem nagyon változott. Az a baj, hogy nagyon sok 15 és 17 között itt fogunk, amit már nem lehet, ez halálkom olyan. Hallottátok ezt a vonatot? Az a baj, hogy nagyon sok 15-17 között. Jó, hát mivel hogy minél nagyobbat szeretnénk fogni, amúgy ezt rossz így kimondani, mert egy hobbipecán örülnénk, hogyha folyamatosan tudnánk ekkor halakat fogni, és ha nem fognánk nagyobbat, akkor is nagyon boldogok lennénk. De viszont most minél több nagyobb kell fogni, és ezért úgy variálunk. De nincs az a bojli, ami csak a 20 kilós pontyoknak van kitalálva. Ezért tényleg csak taktikával lehet ezt megoldani, hogy hát, ha becsúszik a nagyobb hal is a 15-ös, 17-es között, mint ami most látszik is. Jelen pillanatban mekkora halat kell fognotok, hogy valamit stabilizáljon a helyzetek? Ugye előre én nem fog vinni, hiszen az élen álltok a versenyen a 121 csapat közül. Köszönjük. Tehát ez egy nagyon nagy érdem, gratulálunk hozzá. De mekkora halat kell fogni, hogy stabilizáljátok a helyeteket?
17, 65 a legkisebb halom. 17 kiló, 65 a legkisebb van. Két 17-esünk van. Én úgy gondolom, hogy egy jó 20 fölöttivel... Hát ilyen 21-22 kilósat tudnánk még most cserélni, akkor azt mondanám, hogy egy nagyon picit fölélegezhetnénk, de akkor sem mondanám azt, hogy biztosan megnyertük. Mert ebbe a vízbe benne van, akár egyik persze a másikra, két-három 20 fölöttét is ki tudnak fogni. Ezt tavaly is bizonyított, hogy a tavaly ugyanígy élen álltunk, ezt hozzá kell tenni a verseny elejétől a verseny háromnegyedéig, és utolsó két éjszaka csúsztunk le a dobogó harmadik fokára, tehát harmadikok lettünk. Ugyanígy volt, hogy az utolsó éjszaka két csapat is fogott, az egyik két 20 fölöttét, a másik is két 20 fölöttét, az egyik 26 kilós volt például. Így van. Tehát, igazán csak akkor lélegezhetünk fel, hogyha már lefújták a versenyt, és biztosan mi nyertünk, de nagyon örülnének, ha fognánk még kettő jó halat. Tehát... Nektek jelen pillanatban hány 20 kiló fölöttetek van? Kettő. Kettőt fogtatok, és akkor még egy harmadik és egy negyedik az jó lenne. Kettő 20 fölötté, 19 kilós és két 17-es. Hát azt a két 17-es kellene hát becserélni. Hát egyik 18-os, mert a 17-95-es. Nem könnyű. Azt a 17-est egy ilyen 22-es lecserélnénk, az nagy boldogság. Viszont itt azért érdemes megemlíteni, hogy évről évre a Balatonnak milyen állománya van, szóval, hogy tényleg rengeteg 20 kiló fölötti hal van a tóba. Kérdés az, hogy mikor és hogy tudjuk megfogni. 2015 óta járunk versenyekre, és ott volt hogy csak egy vagy kettő 20 kiló fölött itt fogtak egy hetes versenyen. Így van. Most már ilyen 10-20-30 darabokat fognak egy hét alatt. Tehát folyamatosan lehet látni, hogy azért nő az állomány, került be a vízbe a kaja, és ezért jól nőnek a pontjuk. Ennek valószínűleg köze van a halászat megszüntetéséhez. Az 100%. Ugye több mint 1000 méterre húztok be. Hát ez időben mennyit vesz igénybe? 10 perc? 20 perc? Hát szinte a hétünknek a nagy százalékát csúrokba töltjük. Le is mérted, ugye 58 perc. Ugye? 50 perc kerekem. 50 perc. 50 perc. Beszáll az ember a csónakba, bepakolja a botot, mész be a etetésig, vagy fárasztasz, vagy etetsz, vagy berakod a csalét és visszaérsz, az átlagos 50 perc. Lehet, hogyha nagyon sért az ember és részél, akkor 45, de hogyha például Dani 20 percig fárasztott tegnap, na most akkor egy órába is beletellik. De igen. Számtalan szor volt itt az elmúlt napokban, hogy megérkeztünk, botot cseréltünk és mentünk vissza. Mire kiértünk, megint kapás volt, fölvette az ember a botot és indult újra. Uh-huh. Szóval tegnap is szinte Attila itt rakosgatta folyamatosan reggelit. Nem is tudom, délután tudtuk megenni, mert egyszerűen annyi ideig tart tényleg lefrissíteni valamit, hogy nyilván. Ha jó a hal ráadásul, akkor még kihozzuk, lemérjük, úgyhogy ez még akár belecsúszott másfél órába is. Egy kanyar. És akkor megyek tönkre. Igen. Valami bajuk van a gyerekeimnek. Igen, pont ezt akartam kérdezni, ugye tényleg viharos a Balaton. Azt hiszem elsőfokú viharjelzés van most jelen pillanatban? Most igen, 500-ig lehet bemenni. Tehát 500 méterig lehet bemenni. Te hogy éled meg ezt, hogy a fiúk ott vannak bent a vízen, hát ezen a nagy hullámokon, és neked pedig itt kint van feladatod? Hát azért tudni kell, hogy én is oda a Szabi, vagy is a Dani, hát már hosszú évek óta együtt pecázunk. Nekem, tehát így hárman indultunk, kezdtük el a versenyeket, nekem be kellett látnom, hogy ez nem szoktam a korommal dobálkozni, mert persze fiatal vagyok, de meg minden határ, tehát túllépte a határa. Hatalmas fizikai terhelés. Én úgy érzem, hogy a Tiszán is mondtam, ugyanúgy vitt befelé, és mondtam, fordulj meg, ez nem. Nem, ott töltött el a Attila. Igen, ott döntöttem el, hogy nem. Hogy még az elején őnek is volt két botja, úgy most a Balázsnak is, csak ott viszont például bevittem őt egy viharos fárasztásba, és ott ő eldöntötte, hogy ő neki ez túl sok, és onnantól kezdve ő tényleg csak segít minket. És ez hagyján, de amikor egész éjszaka és 12 órákat, én ezt nem tudom, tehát nem. Egy a lényege, hogy maximálisan, ők a maximumot nyújtják, én megpróbálom őket így segíteni, tehát ez így van rendjén. De ő mindig izgul, ugyanúgy kint jó. 10-12 órákat ugyanúgy kell dolgoznom, mert valamikor a mérlegelőket, stb. Tehát nyilván nem csak főzöm, tehát ha látom, hogy jön ki a csónak, nyilván veszem a mellest, megyek, segítek neki, tartom a csónakat, azért vannak egyetlen körülmények. Hát én bátran dobálkozhatok a szavakkal, ők nekem a legnagyobbak, ők a legjobbak. Nyilván, mivel hogy én nem horgálhatok. Jó, drágám. Én kimondhatom. Azt mondtad, hogy te vagy az apukája. Hát,
Igen. Úgy hív minket, igen. Amúgy igen, a gyerekei. Igen. Úgyhogy amikor másfél órát vannak bent, akkor, akkor már nagyon nézelődök, már hívom, vagy valahogy. Hát általában a telefonon kommunikálunk. Igen. A telefon nagy segítség nekünk a tájékozódáshoz is. Például applikáción keresztül le vannak bent vagy a pontok, valamint nyilván, hogy betartsuk pontosan a távolságokat 500-nál VR-jelzésnél, vagy esetleg, hogyha tegnap volt olyan, hogy bekapcsoltam az applikációt, és 1250 méter zsinór van az orsomon, és ahhoz számoltam, hogy nehogy véletlenül kevés legyen, úgyhogy mire kiértem, maradt 10 méter rajta, úgyhogy tényleg oda kell rengeteg dologra figyelni, valamint walkie-talkie-n szoktunk még kommunikálni. Nagy segítség ez nekünk, mert tegnap is volt, hogy a Szabi kiszólt, hoztam egy jó halat, hívtuk a mérlegelőket, lemértük is, és itt nagyon sokat számítanak a beták. A lényeg az, hogy folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a vizen is, mint a szárazföldön. Tehát... Itt a kamerában nem látszik, de mögöttem van egy elpukkant mentő, mert így nyugtassatok meg, hogy nem történt nagy nem. baj vele. Balázs becsúszott a vízbe. Tegnap este óriási hullám volt ismételtem, kiléptem a csónakból, pont egy nagy kőre sikerült ráléptem, akkor megbillentem, és hát nagyon meglepődtem, mert rögtön föl elcsattattam elé, úgyhogy... Hát, tette a dolgát. Igen. Jól működik a Fox mentő elé. Ez itt a parton történt, tehát nem voltál nagy veszélyben. Nem volt semmi gond. Benn nem volt még semmi veszélyes szituáció, ugye azért biztonságban vagytok. Hál' Istennek, igen. Hál' Istennek. Hát, nyilván bízunk magunkba, az első, ha már itt a parton nem lehet beszállni egy csónakba, akkor senki nem ne próbáljon bemenni. Azért bent vannak jó hullámok, méteres hullámok is lehetnek, tarajos hullámok, nyilván ezekre azért vigyázni kell. Csak szemből szabad rámenni, ha oldalról kap a hullám, akkor megfordíthat, elveszed egyensúlyodat is, mert bent is vagy a vízben. Hát meg a part kiszállás az, amire nagyon oda kell figyelni, mert azt nekünk is nagyon sokszor ki kell számolni, de ezt akik sokat csónakáznak ilyen viharoszélben, tudják, hogy azért itt 10-15 métert is ellök a hullám a csónakkal együtt, hogy időben ki kell ugrani a csónakból a part szélén, mert különben fölkenődsz a kövekre. Befelé meg megint csak, hogy ne szedd össze a zsinórodat, még hát, ha is van süllyesre. Ne lökjön vissza a hullám. Igen, mert ugye amikor hullámzik, akkor valamikor az alsó pont lent van a motornál, és akkor fölkapatja a zsinórt, erre kell azért figyelni, bemenhet elkor. Hát talán ezt lehet mondani, a zsinór összeszedés, vagy a szakadás, igen. Ahogy a Szabi említett, rengeteg hagylópad van előttünk, és hát azért mennyit, szerintem több mint 5000 méter zsinort használtunk el az elmúlt napokban. Amit utána föl is szedünk, mert föl szedjük hallal vagy valamivel. Azért vannak itt durva számok akkor, igen. 1000 tehát... méterre behúzni, 5000 méter zsinór. Igen, tehát... ezeket, hát ha elvágja a kagylópad, akkor utána szépen mi ez? Van egy ilyen vasmacska, úgy csináltam. Van egy ilyen vasmacska, úgy csináltattam a csémmel, és akkor azt egy botra rákötjük, eldobod, visszahúzod, belakad a három ágába, felszedett, tehát nem hagyunk zsinórt a vízbe. Nem hagyunk, csak hát bosszant, az kézzel 1000 métert felszedni, akkor utána újra zsinórozni a csónakra, de közben ilyen szél van, igen. Közben elviszi az embert a hullám, akkor kijönni, megint visszamenni, szóval... Hozzáteszem, amit meg tudunk találni. Tehát igen, azért van rá például, ez azért is jó összeszedni a zsinórt, amit meglát, mert a következő onnál tudja, hogy a hal fogja összeszedni, és az már halvesztéshez vagy a motor. Vagy a motor. Hát a legnagyobb baj az, hogyha bent 1000 méteren felszedi a motor, akkor és ugye nem lehet belátni a víz alá, és ha ott föltekeri a zsinort, megáll a motoron, nem lehet evezni. Mint ahogy én is és Dani is eveztünk egy jó... Ugyanis hát azt hittétek Szegeden vagytok. Igen. Főleg egy jó hullába. Dani 500-ról, én meg 650-ről szépen kieveztem. Ki kellett eveznem. Nekem megállt a motor. Én pont felszedtem a hallal a zsinort, egy másikat, ami bemaradt és nem tudtunk kezedni. És úgy betekert a motor, hogy teljesen le is tiltott, úgyhogy semmit nem tudtam kezdeni, megfordultam. Kieveztem, szétszedtem a motorot, aztán megtudtam. Általában ilyen van, volt már például, hogy egymásról adtuk ki, de mindenki vizen volt, és nem tudott jönni a Szabi, Dani megállt, úgyhogy muszáj volt evezni. Ezért nagyon fontos a csónakban is, hogy minden felszerelés benne legyen. Meg hogy tudja levezni, tehát így van. Hát remélem, hogy ezt a székben ülök és nézem a kapást, víziót sikerült szeretni mindenkiben, hogy itt a balatoni versenyek ezek nem így történnek. Igen. Most nézzük meg, hogy akkor tényleg a fiúk milyen eszközöket használnak ahhoz, hogy biztonságban legyenek és eredményesek is lehessenek. Szóval akkor kezdjük a csónaknál, alapjába véve. Nagyon fontos, hogy itt lehet látni a háttérben is a nagy hullámok miatt, hogy egy megbízható, stabil csónak legyen.
Az enyém az légpadlós, nagyon szeretem, mert mivel ennyi időt bent töltök a vízbe, térdepelve is és ülve is tudok a csónak aljába közlekedni. Az evezők nyilván elengedhetetlenek, egy jó akkumulátor, egy erős motor. Nagyon szeretem a merítőhálót teleszkópos nyéllel, hisz hogyha kell, akkor ki tudom húzni, viszont hogyha összezárom, akkor sokkal, de sokkal kevesebb helyet foglal, ezáltal kényelmesen el tudok férni a csónakba. Nagyszerű kiegészítők vannak, vödrök, valamint nyilván olyan tároló edények, ami alapjába véve vízállóak, ezáltal könnyen tényleg hozzá tudok nyúlni, és nem kell attól félni, hogy elázik. Érdemes mindig kéznél tartani mindent, ott legyen, rend legyen a csónakban, praktikusan el legyen pakolva, mert hogyha tényleg bármi kell, akkor ne legyen nagy fennforgás, azonnal tényleg oda tudjon az ember nyúlni. Úgyhogy nagyságrendileg így néz ki egy balatoni felszerelés. A mostani balatoni versenyre is elhoztam magammal ezt a roadpodot, mert nagyon szeretem. Nagyon strapabíró, akármikor kiraktam bárhova, nem borította fel a hullám. Többször adódott, hogy be kellett raknom a vízbe, mert a körülmények miatt nem tudtam másképp megoldani. Most is látjátok, kicsit jobbrább horgászom, a fáktól nem tudtam volna a partra kirakni, ezért egész héten itt van a parton, bírja a gyűrődést. Én nagyon szeretem. Verseny és hétköznapi horgászatokkor ajánljuk azokat az eszközöket, amik a halak védelmében segítenek. Ez az úszómérlegelő, a ponybölcső, az állvány és a sebfertőtlenítő. Ezek azért fontos dolgok, hogy a halak épségét még a parton vannak, tudjuk biztosítani. Nálunk általában úgy szokott működni, hogy amikor kapás van és valaki jön ki a vízből, akkor egy úszómérlegelőt viszünk le a parthoz, és abba hozzuk fel a halat a partra. Miután a pontbölcsőből lemértük a halat, és visszakerül a pontbölcsőbe, az úszómérlegelővel kényelmesen le tudunk menni a partra a hallal, úgyhogy nem fog megsérülni, és abból kényelmesen vissza tudjuk engedni a halat a vízbe. Attila, a fiúk már megmutatták, hogy a horgászatukat milyen eszközök segítik, ugye te biztosítod a hátteret itt sütőlőköző számukra. Te milyen eszközt tudnánk megmutatni, ami segíti a munkádat? Hát az edényeimre szerintem nagyon nem vagytok kíváncsiak, de azért, hát mivel hogy a fiúk megemlítették, hogy 2-20 fölötti halat fogtunk, azért, mivel hogy mondtam, én dicsekedhetek, a versenyszervezők jó voltából azért díjazzák itt a legnagyobb halat, az első 20 fölöttit, a dupla 20 fölöttit. Hát örömmel közlöm, hogy ezt mind a kettőt elvittük, az első 20 fölöttit és a duplát is. És szeretném azért nektek megmutatni, hogy már az elsőt megkaptuk, nagyon örülünk neki, hát azért ez egy kicsikét földobja az embert, úgyhogy gondolom majd a későbbiek folyamán megkapjuk a másikat is, meg hát még ki tudja, mi vár ránk. Én nagyon bizakodom, tehát biztos, hogy fogunk még 20 fölöttit. Így állunk hozzá. Így legyen, Attila, gratulálunk az eddigi eredményekhez. Köszönjük szépen. Sok sikert kívánunk a Köszönjük szépen. Igyekszünk. Megtesszük a maximumot. Fiúk, nagyon szépen köszönjük ezt a rengeteg hasznos információt. Hát jobb időt és további sikeres versenyt kívánunk nektek. Úgyhogy figyeljük a hátralévő eseményeket. Köszönjük szépen. Akkor 2-3 egyszerre. Venom Fox! Venom Fox! Ki mondta? Nem! Majd nézz vissza! Na még egyszer! 3, 2, 1! Venom Fox! Nagyon szépen köszönjük! Vetted? Tudom, a passzol ezek megjövőgettem! Vetted? Révfülöpöt elhagyva a Balaton nyugati merencéjét körbeautóztuk és megérkeztünk Balatonszemesre a következő csapathoz, aki Fox kötődésű természetesen. Nem róka, mondjuk.
Szia Dani! Szia Józsi! Hello! Szia! Bemutatom nektek a Fox Team Hungary csapat legújabb tagját, Ján Dániel. Sziasztok! Dani igazi ponty specialista itt a Balatonon, ha jól tudom, kedvenc vized. Igen, ő ez a legkedvencebb vizem. Hogy álltok a versenyben? Hát jelenleg sajnos nem annyira jól, nagyon jól kezdtünk, azt gondolom, a déli szél ellenére. Egyből szektor elsők tudtunk lenni, így a szektoron belül, jó darabig tudtuk tartani. Hát most az utolsó két napban sajnos nem sikerült cserélnünk, a többi csapatnak meg igencsak, úgyhogy lecsúsztunk a szektorba 8. helyre. Durván a középmezőnyben vagyunk jelen pillanat, de hát nem csüggedünk csak egy picikét, mert ezt ti is tudjátok, hogy bármikor változhat. Dani, azt ígérted, mikor jeleztük nektek a jöttünket, hogy hallal fogsz minket várni, sikerült ezt betartanod, ezt az ígéretet? Természetesen sikerült, bár nem azzal a mérettel, amivel szerettélek volna várni titeket, egy kicsit kisebbel, de egy igazi, gyönyörű, szép balatoni pont megmutatom nektek. Na nézzük meg! Gyertek! Végszereléken hány grammos súlyt használtok? Jelenleg 230 grammos súlya nyomjuk. Az a minimum, amivel szoktuk enni nehezebbel is. Vagy ugye elhagyott szerelékkel. Uh-huh. Akkor meg ugye kővel. Uh-huh. Ott meg azért 350 gramm az a közeli botokra értem, itt ami a 400-500 méter. Ha fölötte, akkor 500 gramm fölötti köveket használunk. Uh-huh. Gondolom, milyen szélben az alsó sodrás is nagyon erős a vizen, ezt belekalkuláljátok, amikor jöttök vissza, vagy mentek be? Persze. Erre figyelni persze, kell. Persze, figyelni kell. Meg ugye sokan úgy csinálják, szoktam látni, nagyon megfeszítik a zsinort, még ennek az 500 grammos követ is nagyon könnyű elhúzni, nagyon megfeszítve próbálja mindenki hozni, ugye minél feszesebb legyen, minél könnyebben észrevegyük a kapást, mert ugye ez itt nagyon fontos az extrém távolságnál, nyúlik a damil. Azért jó pár métert meg kell tenni a halnak, mire itt észreveszünk egyáltalán egy csippanást. Tehát a húzós kapás az nem jellemző. Hát, volt szerencsém hozzá, nekem most volt szerencsém hozzá, de nagyon meglepő, igen. Aha. Igen, meglepő, ritka. Hát az elhagyos negyen ott meg csak ejtős kapás, ugye, ahogy behúzza, vagy elhagyja a súlyt, egyből behúzza a halat. Az mondjuk úgy könnyebb ilyen szempontból, azért választják sokan ezt. Én személy szerint nem bízok annyira a fajsúly miatt, inkább az ólomba, ugye kisebb, sokkal hatásosabb akasztást érek el. Én, ez az én saját személyes tapasztalatom, én ezért inkább ólomot használok, ha tehetem. Uh-huh. De ugye nem minden pálya egyforma, például ugye az akadós helyeken ott nincs mese, ott elhagyott szerelék. Uh-huh. Ott elhagyott szereléket kell használni, uh-huh. Vagy az célszerű. Ma jelentősen megváltozott az időjárás, eddig nagyon nyárias, meleg volt. Ez változott nálatok valamit a fogások számán, vagy a kapásokon? Természetesen, ezt vártuk mi is, ugye eddig déli szél fújt. Őszintén úgy álltunk hozzá, hogy 4 nap déli szél, hát gondoltuk, hogy az északi part egyből el fog húzni. Hát ugye így is történt, ennek ellenére nekünk itt sikerült fogni jó halakat. Nagyon nagy meglepetés volt, főleg az, hogy egy éjszaka alatt 3-15, hát az egyik az 15 közeli volt, de a másik 2-15 feletti egymás után jött. Nagyon örültünk neki, hogy így indulhatunk déli szélbe. Ugye ezt vártuk, most jött meg. Egyből, egyfolytában egész nap kapásunk van folyamat, csak sajnos nem az a testű alakat sikerül megfognunk, ami számít van a versenyben, sajnos egyelőre. Mert talán éjszaka. Úgy tudom, hogy ez a hely különösen kedves neked. Uh-huh. Mi ennek az oka? Igen. Hát két helyen horgáztam legtöbbet a Balatonon. Itt a legtöbbet, másik az a Fonyódi akadó. Itt horgáztuk a valahogy legtöbbet. Volt, hogy 2 hetet egy húzásra
verseny után szinte egyből ideültünk, még nem volt elég az a 1-7 perc, még itt lenyomtunk egy pár napot. Úgyhogy ide nagyon sok jó emlék fűz, meg hát mondhatom azt, hogy itt tanultam meg igazándiból a Balatonon horgászni. Nagyon sok mindent itt próbáltam ki először, praktikákat, etetéseket, és azért is örültem neki, hogy ide ülhetünk. Akkor neked megvolt az az előnyed a verseny elején, hogy nem nagyon kellett a helyet keresni, tudtad, hogy hova kell menni, hova kell tenni. Igen. Igen. Szerencsére felkészültek vagyunk, mert ahol egyszer pecázunk, ott az összes koordinátát, GPS-t elmentünk, ahol találunk valamit, feljegyzeteljük, mert most már azért elég sok van, már belekeveredünk, mi hol van. Itt is ugyanígy tudtuk, hogy hol van a kagylópad, hol van az iszapváltó, meg egy-két hely, amit szeretünk meghorgászni, azt meg is találtuk. Ugye annyival másabb itt a helyzet, hogy az extrém távolság miatt, amit ugye a verseny engedélyez, ugye azon a részen nem horgáztunk még, az új számunkra most is, de hát ott különösebb dolog nincsen, csak mély iszap, meg mély víz. Uh-huh. Igazándiból ennyi a különbség. Uh-huh. Kagylópadokat találtatok, gondolom ezeket horgásszátok, vagy más dolgok is kerestetek, vagy találtatok? Találtunk, hát ugye a kagylópad az érdekes, ugye változik, tehát nem ugyanott van, ahol teszem azt tavaly volt, ugye iszapon van, úgyhogy ez vándorol. De megtaláltuk az iszap és a kagyló találkozását, a szélét, ugye a kagylópad szélét azt erőltetjük, letetjük is. Csak sajnos azt veszük észre, hogy inkább a kagylópadból tudunk halat fogni, ami egy kicsit ugye nehezebb, mert azért elakad a szerelékünk, és volt sok szakadásunk is sajnos, de van, hogy nem jön a kagylópad széléről, és bele kell húznunk a kagylópadba, nincs mese. És ott néha nincs szerencsénk, ott elszakadunk. Nyilván vannak olyanok, akik szeretnének eljönni ide oilizni, hiszen látják, hogy nagyon sok szép halat fogtok. Ezek a kagylópadokat ők hogyan találják meg? Nyilván tapogatva gondolom. Milyen szélesek ezek a kagylópadok? Van-e valami átlag szélessége, hogy milyen sávot kell megtalálniuk? Hát változó. Tehát van olyan hely is, ahol nagyon érdekes, itt is van egy rész, a jobb oldalon például, ahol foltokban van. Ott van egy kisebb megtelepedett kagyló, iszapváltó, és nincs semmi nihil. Utána itt elkezdődik egy kagylópad, mi azt néztük, olyan 6-700 méterig néztük, és még megy nagyon-nagyon sokáig tovább. Tehát extrém nagy kagylópadok. Vannak kisebbek, nagyobbak. Uh-huh. Teljesen változékony. És visszatérve a kérdésedre, jó minőségű radar, azért az elengedhetetlen, mert egy tapogató rúddal ezen a nagy vizen csak nekiindulunk, az nagyon kevés. Tehát ide semmi másért, csak azért kell a radar, hogy lássuk azt, hogy hol van iszaprétegződés közötti változás, esetleg ugye keményebb iszap, amin jó eséllyel találhatunk kagylót. És utána, hogy a tapogató rúddal meg ugye pontosan megnézhetjük, meg mintát is tudunk venni ugye jobbakra. Említetted, hogy elmentitek a GPS koordinátákat, hogy hol találtok jó helyet. Ezt valami komoly GPS-szel teszitek, vagy egy telefonos applikációval, ez mivel? Telefonos applikációt használunk, plusz ugye radar, a komolyabb radarokon ugye már van GPS, és ugye azokat, ezt a kettőt van mind a kettőből, mind a kettő tökéletesen jó. Hogyha valaki eljön ide horgászni, Balatonra, nem versenyre, egy hétköznapi pecára, és esetleg szeretné eredményesen bojlizni. Mi lenne az első jó tanács, ami az eszedbe jut? Gondolom, rengetegen lehet látni. Segítek, akkor legyen három. Három jó tanács. Három jó tanács. Hát, készüljön fel a legrosszabbra. ami eszébe jut. Nem azért fog ide jönni. Nyilván, persze, halat szeretne fogni. De egyszerűen olyan szituációk történnek egy ilyen vízen is, nekünk is mai napig. Pedig mondhatom azt kis túlzás, hogy tapasztaltak vagyunk a Balatonon, de mégis minden egyes peca alkalmával egy újabb olyan szituációba keveredünk, hogy basszus, legközelebb ezzel is kell számolnunk, meg azzal is kell számolnunk. Tehát, hogy a természet valaki, nagy úr. A természet nagyon nagy úr, de mégis a legjobb tanácsom az ezek, hogy legyen meg a rendes felszerelés, és úgy jöjjön le, mert pótzsinór, mindenből legyen inkább 10 darab. Ne kevés felszereléssel, hanem tényleg fullos felszerelés, és úgy jön le, mert olyan szituációk jönnek, jön egy törtös, egy hínármező, amire nem is gondol, ott szakad el,
olyan dolgok tényleg, amit így át kell élni, uh-huh. el kell jönni. Igen, ezt a szörfös dolgot több csapat adta, meg vitorlásajok, hogy ezek mind összeszedhetik igen. a zsinórokat, és ott nincs az, hogy majd visszaadják. Ott nincs, ő megy is. Nem is néznek oldalra se, hiába üvöltő neki az ember, van, aki meg direkt még csak azért is látja, hogy horgász, sajnos ez ilyen dolog. Van, aki találkoztam olyannal is, aki elvágta a zsinóromat, üvöltöztem, ugye integettem neki, leszállt, odajött, bocsánatot kért, és máshol ment. De van olyan is, aki meg oda sem néz, és már csak azért is, és nem érdekli. Szóval ez ilyen. Balcsin, ez ilyen. Csali terén magvakat használtok-e? Milyen méretű bolyit használtok? Pelleteket? Tehát ezekről valami információt esetleg? Ami nyilvános, természetesen versenyben vagytok. Persze. Bár ez a film a verseny után fog megjelenni, de tényleg, hogy egy ilyen hétköznapi orgász milyen tanácsot szeretni Csalik terén? Én őszintén én azt vallom, mindig is azt vallottam. Az elején én is használtam magot, pelletet, mindenféle méretű bojlit. Most már az évek alatt már ott tartok, hogy én is csak bojlival orgászom. Tehát ugyanúgy a verseny szabályzatában is volt. Ezért ránk nem is nagyon vonatkozott ez a szabálykorlátozás, a 180 kilós maximum mennyiség. Kevés bojlit szoktunk használni most már. Nem olyan nagyon sokat méretbe, hát 20, nagyon ritkán szoktunk 20-as méretet, inkább a 24, dupla 24, meg hát extrém magas 35, dupla 35-ökkel is szoktuk, és nincs olyan, hogy kétszer egy formán jól működik. Tavaly érdekes, nagyon jól ment a nagyon nagy méretű csali, 35-ösök, most per pillanat a dupla 24, és hát ízbe meg igazándiból, ugye erősen szénhidrátos bojlijaink vannak, amiket szoktunk erőltetni, meg erősen fehérjések is, meg ugye ezeknek a kombinációja. Hát ezt váltogatni kell, ezt próbálni kell, nézni kell. Ezért jó nekünk, ugye ilyenkor szerencsére 6 botunk van, 6 féle is tudunk használni egyszerre, úgyhogy tudjuk változtatni, hogyha esetleg az egyik nem megy, akkor a másik. Úgyhogy nincs olyan, hogy csak ez jó, csak az jó. Ha itt a hal, amúgy mindent elhúz. Igen, horgászatban nem lehet leírni semmit, mert másnap már ott nem igaz. Ugye? Azért ezt tudod most, te is tudod. Ez biztos, igen. Ez biztos, hogy így van. Zali, a társaid éppen jönnek ki egy jó hallal. Mi elköszönünk, nem tartunk fel benneteket, további jó versenyzést kívánunk. Ezt a halat még természetesen meg fogjuk mutatni, de tényleg jó versenyzéseknek is drukkolunk. Köszönjük szépen, örülök, hogy itt voltatok nálunk. Hát, mint látjátok, meglepetés alatt fogott a csapat, nem erre számítottak, de hát a versenynek még nagyon soká lesz végül, úgyhogy bármi történhet. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, hogy velünk együtt meglátogattátok a Fox csapatokat. Hogyha bármelyik csapathoz kérdésetek van, akár a balatoni horgászattal kapcsolatban, akár a versenyzéssel kapcsolatban, nyugodtan tegyétek fel hozzászólásokban, és a csapatok figyelni fogják és válaszolnak rá. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, sziasztok!